A győri ítélőtáblán folytatódott a 2015-ös Szentgálon történt gyilkossági ügy másodrendű vádlottjának pere. Az első fokon a veszprémi törvényszék 15 év fegyházat és 10 év közügyektől való eltiltást szabott ki a vádlottra. Ezt a győri ítélőtábla végül helyben hagyta. A büntetési tétel középmértékéből nincs ok sem felfelé, sem lefelé elmozdulni. A másodrendű vádlott által elkövetett bűncselekmény tárgyi súlya és a személyben rejlő társadalom a veszélyesség indokolja a bűncselekményre irányadó büntetési tétel középmértékének kiszabását, így a szabadságvesztés büntetés enyhítésére az ítélőtábla okot nem látott. Az indoklásban súlyosító körülményként többek közt az elkövető kitartó magatartását is felrúgta a bíróság. Helyesen vont le az elsőfokú bíróság következtetéseket az általa megállapított bűnösségi körülményekből, ugyanakkor az ítélőtábla hangsúlyozta és további súlyosító körülményként értékelte a másodrendű vádlott kitartó elkövetési szándékát. A büntetés kiszabása körében is megalapozottan jutott az elsőfokú bíróság arra, hogy a középmértéknek megfelelő büntetés kiszabása indokolt. A vádlott a tárgyalás végén az ítéletet megértette, de megjegyezte, továbbra sem fogadja el azt.